Bernd Dolleweinkauf tartott előadást kedden délután a pedagógus képzőkaron. A prezentáció középpontjában a Németországban nagymúltú képeskönyvek és képregények álltak. A professzor az előadást két részre bontotta. Egyrészt beszélt a 10 év alattiaknak szóló képeskönyvekről, amikben szöveg még nincs, és az egymást követő képek alkotnak egy történetet. Másrészt szó volt a képregényekről, ami abban különbözik a másik típustól, hogy azok már szöveget is tartalmaznak párbeszéd formájában. A képeskönyveket Németországban előszeretettel használják az oktatásban, hiszen az olvasni még nem tudó alsósok könnyen tanulnak a képekből összerakott történetekből. Az előadáson megemlítették, hogy a professzort címzetes tanárán nevezték ki a Kecskeméti Egyetemen, hiszen nagyon sokat segített a helyi hallgatóknak és tanároknak, hogy Erasmusszal kijussanak Frankfurtba.